Tudjátok, mit szeretek a Hegyalja Fesztiválban? Mindent. Eljöttünk egy olyan panzióba, ami luxus körülményeket biztosít a sztárok, énekesek, fellépők és különféle közreműködők számára. Itt, ami ez a pompa és csillogás van ezekben a szekrényekben. Megnézzük, hogy van-e itt egy igazán kiemelkedő csillag ebben a bizonyos panzióban. Nézzük, itt ki lakik. Reggeli készségfejlesztő Angry Birds. Egyetlen probléma van, hogy csak kinyitod az ablakot. Most 2 óra van körülbelül, neked ez a normális felkelési időpont? Egyébként igen, aha. Krisztián, megengedett, hogy csatlakozzunk hozzád egy egész napon keresztül? Nem. Oké, köszönjük szépen! Volt, mint ami volt, mint akik azt hitték, értik a lényeget, ahogy mindenki, aki tévedett, de ez nem lesz már ugyanaz, mint ami volt, mint ami volt, de a vég... Most fellépünk a zenekarra, akik most jöttek meg Budapestről, én már itt voltam, ugye volt egy műsorom, és utána pedig DJ-zni is fogok, tehát egy kicsit húzós lesz ez a mai nap. Amikor te még nem voltál népszerű műsorvezető, akkor én már színpadmesterként dolgoztam itt. Ez körülbelül 5-6 évig zajlott, és azóta rendszeres fellépő is vagyok a fesztiválnak, úgy a zenekarral, mint DJ-ként. Számomra is nyilvánvalóvá vált, hogy neked azért még vannak problémáid az itallal, nekünk már nincsenek. Tehát azért elmúltak azok az évek, hogy mi részegen hőbörögjünk. Nagyon kiszámítható úgynevezett lakossági cukrozott rockzenét játszunk. Csak a mindent vívő slágerek, amiket még te is ismersz. Majd úgy is valahogy összeáll, és ha kérné, sajnáld ugyanúgy, ahogyan én, de a végén majd úgy is valahogy összeáll, és ha kérnéd... Lehet, hogy egy ilyen szentimentális buzi szöveg, de tényleg csak az érdekel, hogy kurva jól szórakozunk. És ez gecire megvolt, tovább nem érdekel. Nekem kicsit hiányzott, hogy téged nem láttalak stage diving, ahogy eddig, igen. Na, és akkor most áthangolod magad is, mi fog következni? Most az lesz, ami általában maláta bárokban szokott lenni, a borsodi maláta bárokban, nyilván a borsodi zenei fesztiválokon belül, hogy gyakorlatilag eddig egy személyes programként, tavaly legalábbis így volt, most már 2 személyes programként nyomjuk Shaman Levi barátommal. Figyelj, konkrétan szórakoztató DJ buli lesz.